Április 5-e szerda, tisztelettel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, az Egyenes Beszédet látják. Két elemző kollégával fogunk beszélgetni itt az előttünk álló mondjuk negyed órában arról, hogy hogy telt az elmúlt egy év a hazai politikában, és mi következik abból, ami ma látszik mindebből. Mikesz Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy, és Záruk Péter Farkas, a Miskolci Egyetem adjunktusa, politológus. Örülök neked is. És hát akkor a téma, az elmúlt egy esztendő. Történt-e olyan szerintetek az elmúlt egy évben, ami hosszú távon megváltoztatja a folyamatokat Magyarországon a belpolitikában? Hát egyelőre, amit talán lehet regisztrálni, az, hogy tehát volt ez az ellenzéki együttműködés, a választási adatokból nem lehetett látni, hogy mi a tényleges társadalmi támogatottság az egyes pártoknak, és egy úgy tűnik, talán már ez egy két-három vagy több hónapos trend, hogy ebből az ellenzéki sokasságból, mint hogyha a DK az, amelyik képes volt erősíteni a támogatottságát, és hát a többi párt az körülbelül maradt azon a szinten, amit rögtön a választás után mértek. Te úgy érzed, hogy a DK-s árnyék kormány, a DK-s támogatottság növekedése, hogy azt mondják, hogy majdnem a duplájára nőtt egy év alatt, a 12-ről ők 20-at érzékelnek. Az egy hosszú távú folyamat kezdete? Hát annyiban, hogy ennek az egy évnek ez a történése, az, hogy mennyire van egy ilyen üvegplafon a DK fölött, az még nem látszik, hogy ez most ez a 20 ezer stabilizálódás, és ennek örülhetnek, és még innen lehet tovább mozogni, vagy pedig ennyi a DK, ez a 20%. Egyértelmű, hogy az ellenzék nem tudta feldolgozni a választási vereséget, és leginkább úgy nem tudta feldolgozni, hogy aztán utána kiderült, hogy az, amire hivatkoztak, forráshiány, az nem volt, hanem valahol el voltak dugva ezek a források. Most a 4 milliárd forintra utalsz? Így van, vagyis az egyik nagyon fontos érvük, amelyet mindig előhoznak, hogy hát a versenyben sajnos nincs meg az a forrás, amelyen föl lehet venni a Fidesz-szel a versenyt, ez nem volt igaz. Jó, hát ez a 4 milliárd azért nem ellensúlyozta azt a 120-at, amit a kormány is a Fidesz-szel. Rendben van, de a kampányban azt hiszem, hogy arra hivatkozni, hogy nem lehetett becsülettel kampányolni, erre sem lehet. És a másik, ami szerintem nagyon lényeges, hogy az a hit, hogy majd akkor itt az előválasztás és az előválasztás kényszere, valamint maga a választás hosszú távra rendezi össze az ellenzéket, ez egyszerűen kidurrant. Tudom, hogy a Republikon Intézet részéről a Horn Gábor nagy híve volt annak, köztünk korábban is elég éles vita volt abban, hogy ez most akkor megoldja az ellenzék kérdését, vagy sem. Én akkor is amellett foglaltam állást, hogy új típusú problémák hoz, amely tovább fogja feszíteni az ellenzékben meglévő távolságokat, és nem hogy összerendezi, hanem darabjaira fog hullni. Jó, és ez bekövetkezik. Ellenzékről még fogunk beszélni, nézzük a kormány oldalt, hogy ott történt-e valami változás az elmúlt egy évben az 5. fideszes győzelem, a 4. kétharmad után? Szerintem érdemben nem történt, a háború az áttematizálta ezt az egy esztendőt, és azzal együtt, hogy ez magas kockázati döntéseket hozott magától, a miniszterelnöktől is sok esetben, erről már többször beszéltünk itt, ezzel együtt ezek a magas kockázatú döntések nem ütöttek vissza a Fideszre, hiába mondják azt, hogy külpolitikailag ez milyen károkat okozott, vagy milyeneket nem, egyelőre belpolitikailag ezek jottányit sem érződnek, sőt, most már egyre több intézet méri azt, hogy a Fidesz támogatottsága az igazából az egy évvel ezelőtti, vagy még egy picit növekedett. Ami valószínűleg azért elemzői kaland önmagában is, mert hogy közben nem csak külpolitikai kérdések merülnek fel a Fidesz működésével kapcsolatban, hanem számtalan belpolitikai kihívás is van itt, az infláció mértékétől kezdve egészen odáig, hogy mondjuk Magyarországon a legmagasabb a rezsi az Európai Unióban, a rezsi ár az Európai Unióban, miközben rezsicsökkentésről beszél a kormányzat. Ez nem jut el az emberekhez valahogy. Illetve nem úgy értelmezik, ezért hiába próbálja valamilyen narratívába ezt beterelni, egyszerűen a kormányzati érveléseket, azokat elfogadják. De ebben sem egységes az ellenzék, ez majd ma is kiderül, mert ársapkák kivezetése, vagy ársapkák bővítése, ez is egy ellenzéki vita, de Dani nem jut szóhoz tűnik. Igen, tehát hogy tehát valóban nincs olyan tekintetben változás a kormány oldalon, hogy tulajdonképpen ugyanúgy politizál, mint korábban. Felülről végzett mozgósítás,
nem csak arról van szó, hogy a kampány alatt mennyit költ el a kormánypárt, hanem hogy maga az állam mennyit költ el a nem kampány időszakban. A nemzeti konzultációk, tehát tulajdonképpen, hogyha most megnézzük, a köztéren, a közösségi médiában, a közmédiában is folyamatosan jön az állam által fizetett Fidesz üzenet. És hát ez nyilvánvalóan azért hatással van a választók egészére, és ami fontosabb a Fidesz számára, hogy hatással van a Fidesz szavazókra is. Tehát mi is azt mértük, hogy erősödött valamennyit a Fidesz, úgy tűnik, hogy ő is képes volt stabilizálni egy ilyen magszavazói bázist, ami egy nagy bázis, tehát ez 2,3 millió szavazó, és nagyon különböző eszközökkel képes integrálni ezt az ő szavazó bázisát, és ezért lehetséges az, hogy a különböző, tehát az infláció alatt látjuk azt, hogy milyen szakpolitikai kihívások vannak, akár a daganatos betegségek a felvezetőben volt erről szó, és mégsem érinti a Fidesz szavazótáborát, miközben, és hát valószínűleg azért a továbbra is azért a legnagyobb probléma az ellenzék oldalon az a fragmentáltság, amit pontosan az előválasztás, illetve a közös összeállás az nem tudott valamennyire csökkenteni, ugyanúgy sok párttal, vagy hát úgy tűnik, hogy még több párt létezik az ellenzéki oldalon. Ugye nehézé teszi a helyzetet a 2024-es választás, mert az önkormányzati választások és az európai parlamenti választás egyszerre lesz. És az önkormányzatoknál nyilván össze kellene fogni az ellenzéknek, hogy hatékonyak tudjanak lenni, az európai parlamenti választásnál meg külön kell indulniuk, hogy meg tudják mutatni magukat, meg képviselőt tudjanak bejuttatni a parlamentbe. Szóval azért ez sok kihívást tartogat a következő egy évre. Láthatóan mások a taktikák. Beszéljünk egy kicsikét erről. A DK azt mondja, hogy árnyék kormány, azt mondja, hogy ez a garanciája annak, hogy fel tudja mutatni a kormányzó képességet, és valódi tervekről tudjon hatékonyan beszélni. Átmegy ez a társadalmon? Hogy látjátok? Hát az, hogy 20%-ra tudott erősödni a DK, tulajdonképpen április óta, nagyjából így novemberig, annak valószínűleg van azért hatása az árnyék kormánynak, és hát ezt a DK azért is mondhatta, mert hogy mivel ők a legnagyobb és a leginkább támogatott ellenzéki párt, ezért ezt a jogot, hogy ők legyenek az árnyék kormány, ezt joggal használhatták. És ez ugye a választó számára, a választói magatartásban nagyon fontos az, hogy mennyire érzi, hogy hol van erő, hol képes, melyik pártnál, nem csak az, hogy nem vesztegeti el a szavazatát, de hogy az, hogyha támogat valakit, akkor azok még nagyobb erőt képesek a politikai cselekvésre, és sok ellenzéki szavazó azt láthatja, hogy ez valójában a DK. Tehát te elfogadod azt, hogy amikor azzal indokolják, és sorra ezzel indokolják a DK-ba átülő, más pártokból átülő politikusok azt, hogy ők most pártot választanak a korábbi helyett, te elfogadod azt az állításukat, hogy ezt azért teszik, pont amit te mondtál, mert ott érzik a cselekvés lehetőségét? Hát, hogy a választói magatartás aztán a politikai szociológiában meg lehet ismerni, de az, hogy az egyes politikusok hogyan cselekednek, az talán nehezebb, és nem találunk választ. Itt azért nyilván az egyéni karrierutaknak és azért valamit... Na, de ez összefügghet ezzel. Hát a kulcs szó a karrieren van. Egy párt, hogyha nem tud karrierkínálatot nyújtani, akkor el fog halni. És a választások után kidurrant a lufi, azok mögött, az emberek mögött, akik itt megjelennek különböző pártlogók és pártnevek alatt, érdemben nincsen 1000 ember, az 5 különböző formáció körül. Ehhez képest viszont Gyurcsány Ferenc fel tudott mutatni egy valódi támogatottságot, ami nem nagy támogatottság, de mégis valódi támogatottság, és egyszerűen karrierkínálatot tud adni azoknak, akik mögött nincsen semmi. És ha már az önkormányzati választásokra térünk rá, az egy kicsit más volt az előző alkalommal, és valóban más lesz most. Méghozzá azért, mert az önkormányzati választások jó lehetőséget adtak az ellenzéki formációknak arra, hogy helyben ne pártformációba induljanak el, hanem különböző civil szervezetekbe kapaszkodjanak össze. Láttuk Egerben, ez működött is. Több helyütt működött, 13 megyejogú városnál ez valamilyen eredményt hozott, polgármesteri címeket tudtak hozni, és rendre azt látjuk, hogy most ez már nem fog így összeállni. Ugyanis... Na erre gondoltam pont, hogy az egri példa az nem egy régi példa. Az egy világos, de ez másutt is ugyanígy recsegropog. Méghozzá egy érdekes helyzet fog előállni az önkormányzati választásoknál, hogyha ezekbe a civil szervezetekbe képes behúzni az ellenzék a DK-t, akkor azzal csökkenti a DK-nak az EP választásokon való esélyét. Hogyha pedig Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy jó, akkor jöjjön a tisztító tűz, köszönjük szépen, eddig együtt voltunk,
maga Mesterházi Attila gyönyörűen elmondta a választási értékelőjébe, hogy kipróbáltak mindent. Nagy parlament, közös indulás, külön indulás, aztán előválasztás, előválasztás után valami félcivil jelölt dollármilliókkal a zsebébe, és nem hozott eredményt. És most ez úgy látszik, hogy szintén felbomlik, tehát azok a civil szervezeti közös indulások, amelyekben a DK aktív szerepet vállalt szervezésben, azok DK nélkül nagyon-nagyon instabil helyi többséget tudnak maguk mögött, vagy már el is veszítették ezt a többséget. És ezzel párhuzamosan viszont ahol a Fidesz ezen összeállás miatt veszített, természetszerűleg a DK önálló indulásával megint meg fog jelenni a hangsúlyos Fidesz esély azokon a helyeken is, ahol most leírtad, hogy milyen nehéz lesz. Igen, ahol korábban az ellenzék valami eredményt tudott felmutatni. Jó, a DK-t most megnéztük, de erre reagálj, jó, reagálj erre. Igen, csak nagyon röviden, tehát hogy azért viszont a pártok nem tudnak pénzt adni civil szervezetnek, hiszen a kampányszabályokat megváltoztatta a kormánytöbbség, tehát hogyha van is egy civil elnyőszervezet, a pártlogóknak ott kell lenniük, hogy tudjanak eredményesen kampányolni, vagy pedig akkor természetes személyeknek kell pénzt adni. Igen, de nagyjából az előző választáson is ugye tudjuk ezeket a logóvitákat, ott kellett legyenek a logók, több helyütt probléma is volt, hogy akkor ki van ott, meg ki nincs ott, csak akkor még mondjuk volt Jobbik. Ma már nincs Jobbik. Akkor még valamilyen... Most jön Z-Kárpát Dániel. De Z-Kárpát Dániel elmondhatja, hogy milyen jól áll a Jobbik. A Somogyi Zoltánnak, a kollégánknak a tanácsadói szerepkörével együttesen. De hát attól még az két százalékra... Most hogy jött ide a Somogyi Zoltán, hol tanácsadó? Hát ugye most a Civitásnál ők, az új konzervatív arculatot ők próbálják. Jó, de ez szerintem a Jobbik támogatásához egyáltalán nem tartozik hozzá, de jó, oké. Mindegy. Egy megjegyzés, zárójelbe zárva. Próbálkozások vannak, hogy följöjjenek, de egyelőre nem ezt mutatjuk. Meglátjuk. Momentum. A Momentum azt az utat választja, tegnap itt Orosz Hannes ki is fejtette részletesen, hogy ők a parlament helyett, tegnap előtt, a parlament helyett inkább az utcai politizálást helyezik előtérbe, akcióznak. Ők innen indultak és ebben hisznek, ezt látjuk most rendszeresen a kordonbontással a Karmelitánál. Mire elég ez? Hát ugye Momentumnak volt egy ilyen mozgalmi párt időszaka, és valóban azért abban a ellenzéki álló vízben egy ilyen friss dolog volt, és látszott is, hogy rögtön egy nagyjából jó támogatottsággal indultak, és pont 19-ben, pont egy LP választáson sikerült nekik egy ilyen választói áttörés, és azért ezek az akciók biztosítanak valamilyen láthatóságot, csak itt azért az a kérdés merül fel, hogy kik látják ezt a láthatóságot, kik azok a szavazók, akiknek ez nem úgy, nem vészel abban a zajban, ami jellemzi a médiateret. A másik pedig az, hogy valóban olyan elvárásaik vannak a választóknak, hogy egy ilyen mozgalmiságot akarnak egy ellenzéki pártól, és nem valamilyen, talán egy kicsit egy ilyen komolyabb vagy konformabb identitást. Ami persze még ugye ennek kapcsán, hogy ügyek mentén érdemes persze politizálni, de hát azért a választóban nem egy-egy ügyek csapódnak le, hanem egy ügycsoport, és hogy nagyjából mit képvisel az a párt. És persze az is érdekes ilyenkor, vagy érdemes azon elgondolkodni, hogy ez a fajta mozgalmi út, ez tulajdonképpen milyen szerepbe kényszereti az adott pártot, hiszen ott megjelennek a kormánytagok nyakkendőben öltönyben, hogy mennek a kormányülésre, és őket követik az ellenzéki politikusok. Nem biztos, hogy az ellenzéki választónak ez az a fajta szerep, amit szeretnek. Meg itt most látjuk ezeket a képeket, és az látszik, hogy ha igaz az a feltételezés, hogy a Momentum mögött álló közönség az bizony ezt szeretné látni, akkor nyilván ott is lenne. Ezekkel a képviselőkkel, akik hárman, négyen rendszeresen bontják a kordon, teljes magányukban, mert nincs mögöttük az a tömeg, amelyik oda megy, ők nem bonthatnák a kordon, mert őket rögtön elviszik, nincs mentelmi joguk, de legalább ott lennének. Tehát, hogy egészen furcsán, magányosan zajlik ez a tömegakció. Mert hogy nem tömegakció, mert hogy nincsen tömeg. Hát ez az alapvető problematika. Kérdezett, hogy mi az, ami látszik, vagy mi az, ami átjön. Az jön át, hogy fúrnak, faragnak valahol a Karmelitánál ketten-hárman.
Körülbelül ez az, ami átjön, ettől több nincs ebbe a sztoriba. Lehet, hogy ott megkérdeznek egy-egy politikust, de én nem hiszem azt, hogy ez lenne az a hitelességi bázis, amelynek alapján aztán majd ezeket voksra lehet váltani, és ellenzéki tömegek azt mondják, hogy de jól furtak, faragtak a karmelitánál, nosza, akkor rájuk. Van arra tételmondatotok, hogy mit kellene csinálniuk? Hogy mit kellene csinálnia az ellenzéknek, hogy unblock? Mi a teendő 2024 előtt egy évvel, 2022 után egy évvel? Hát az lenne a nagy kérdés, hogy egyáltalán mik a politizálás keretei most Magyarországon. Gyakran előjön az, hogy az, amit a Fidesz csinált ellenzékben, a közösségépítés, vagy például a nemzeti konzultáció, hogy valami hasonlót kell megpróbálni. Ugye itt a kordoknál is kitették, hogy Orbán Viktor kordont bont. De a kérdés az, hogy amióta, tehát azért a 2006 és 10 között teljesen más volt a nyilvánosság, teljesen más volt a politizálás, teljesen más volt, másminek voltak a közösségek, és ezért az lenne a kérdés, hogy egyáltalán mik a politizálás hatékony keretei. Ez nem egy olyan munka, ami rögtön kijön a Facebookon és lájkot lehet szerezni rá, de valószínűleg ez az, ami elvezet, hogy meg lehet találni ezt a stratégiát, amiből lehet nem csak láthatóságot, de azért közösséget is építeni. Záró Péter Farkasi, a záró mondat. Hát a záró mondat az a részemről teljesen egyértelmű, annyira silány ez a banda, hogy én semmi szín alatt nem tudnék tanácsot adni számukra. Nagy valószínűséggel hát azért teljesen ezt kimered így unblock jelenteni róluk? Persze. Hát én már nagyon régóta kijelentettem, hogy azok, akik most az ellenzéki padsorokban ott ülnek, azoknak háromnegyede, az nem szabadna ott üljön. Olyan roncspártokba mentették át személyileg magukat, amely mögött nincsen semmi, és most látszik, hogy nincsen semmi. Mesztelen a király. És mesztelen királyoknak nincs mit tanácsot adni, hát át kell adni a stafétabot. De legalább öltözzenek fel. Mi kezdeni a záró Péter Farkas, köszönöm szépen. Köszönjük szépen.